Petra, hideg baj. A felnőttekkel az a baj, hogy sokat hidegeskednek. Főleg nyáron, amikor rettentő hőség van. És a galambok is legszívesebben egy tolfosztó kezelőgyébe kerülnének, mert már egészen elfáradtak a sok lépegetésben, és szinte lehúzza őket a tollkabát. Hiába gombolják ki, megsülnek. Vagy amikor annyira meleg van, hogy a csokoládé már a papírjában elolvad. Ezért gyorsan be kell dobni a mély hűtőbe. Ott meg viccesre termed, és utána nem lehet csomagolni. Anya meg leáll veszekedni. Na jó, néha leül veszekedni, ha nagyon fáradt. Hogy köpjem ki az alufóliát, neki kezd hidegeskedni egy ilyen apróságon. Arra nem is gondol, hogy milyen bonyolult hűtőből kivett csoki szakszerűen elemészteni, hogy jusson is, hogy ne is maradjon. Ő se csinálná jobban, csak azért, mert 39-es a lába, és fennbír maradni éjfélig. Tele lenne biztos alufóliával a foga. Pár az már így is tele van. Hátul minden foga ezüst. Nézegette múltkor őket a tükörben, pont mint ahogy én szoktam lesni, hogy most már kipotyog-e az, ami eddig ötyögött, vagy csak egyszerűen lenyeltem, és már rég kiesett. De az is lehet, hogy véletlenül kitisztentettem az orromon keresztül. Szóval nem tudom. Minek hozza az ember egy hideg bajt a nyár kellős közepén, amikor egy kis hűvösnek éppen örülni kellene, és nem kiabálni.